Átemelők, rákötések, sajtótájékoztatót tartott Témészáros András polgármester. Emlékezés az elhurcoltakra, a régi hatos út nyomvonalán felállított keresztnél tartottak koszorúzást. Közélet, kultúra, sport. Csütörtökön jelenik meg az Érdi Újság legújabb száma. Jó estét kívánok, az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Megtartotta idei első sajtótájékoztatóját Témészáros András polgármester délelőtt a Polgárok Háza dísztermében. A tájékoztató kiemelt témája az Érdet és Diósdot egyaránt érintő házi átemelők ügye volt. A városban vannak olyan területek, ahol nem lehet közvetlenül rácsatlakozni a gerinc vezetékre, hanem a szintbeli különbségek áthidalásához házi átemelőre van szükség. Ennek az eljárási rendje most kristályosodik ki, hangsúlyozta Témészáros András polgármester a sajtótájékoztatón. A kormányrendelet lehetővé teszi, a kormányrendelet decemberben változott abban az értelemben, hogy tiszta helyzet teremtődött a házi átemelők ügyében. A házi átemelők telepítése ennek a kormányrendeletnek az értelmében a beruházás része. Az üzemeltetést pedig az üzemeltető, aki az egész hálózatot üzemelteti, a mi esetünkben az Érdés térsége csatornamű KHT fogja végezni, tehát a ETC fogja végezni, ilyen tekintetben ez is fontos. Fontos még, amire azért csak oda kell figyelni, hogy az átemelőt és az aknát, a hozzá szükséges aknát biztosítja a beruházási oldalról maga a csatorna társulás. Ellenben az egyéb szükséges munkát, a csővezetékek, ami még kell, hogy a házból elérjen az átemelőig, és így tovább, és így tovább. Tehát ezeknek a munkarészeknek a díja továbbra is, illetve költsége továbbra is az ingatlan tulajdonost illeti, hiszen igazságtalan lenne, ami mindenkit, akinek nincs szüksége átemelőre, annak a bekötés egyéb költségei természetesen az ingatlan tulajdonost illetik, akkor itt ezek a költségek megszűnnének, és a beruházás a közös pénz terhére csinálnánk meg. Tehát a tulajdonosnak kell úgy kiépíteni egészen a házi átemelőig a vezetékeket, hogy arra már a házi átemelőt rá lehessen kötni. Nagyon egyértelmű, hogy hol van vége a házi átemelőnek, és hol kezdődik a tulajdonos kötelezettsége. A házi átemelőket a társulásnak közbeszerzési eljárás keretében kell megvásárolnia, ehhez azonban pontos adatok kellenek, hogy hány darab házi átemelő szükséges. Így az érintetteket arra kérik, hogy töltsék ki és adják le az Alispán utca 4 szám alatti ügyfélszolgálaton az igénylőlapokat legkésőbb február 28-áig. Az igénylés feltételei, ez egyébként kiderül az igénylőlapból is, el kell készítetni egy tervet egy akkreditált mérnökkel, ugye az akkreditált mérnököknek a névsora az ügyfélszolgálaton, sajtóba, több helyen már régebben is megjelent, amelyből kiderül, és a mérnök igazolni tudja, hogy igen, ezen az ingatlanon, ezen a telken szükség van erre az átemelőre, mert természetesen csak az igazolt igényt tudjuk kielégíteni. A nem igazolt, műszakilag nem igazolt igényeknek, az mindenki a saját költségére tudja csak megvalósítani, hogyha ilyen problémája van. Ezt csatolni kell az igényléshez. Az igénylést a tulajdonos nyújthatja be, csatolni kell ez ennek érdekében a tulajdon igazolását is. Tehát nem a szomszéd, nem a nagybácsi, hanem aki annak a lakásnak, annak a háznak, annak az ingatlannak, teleknek a tulajdonosa, az tudja benyújtani az igényt. Az igénylőnek vállalnia kell az átemelőhöz kapcsolódó áremellátást, az igénylőnek biztosítani kell a bejutást az ingatlanra a műtárgynak a kiépítéséhez, ami azt gondolom, hogy egy jogos feltétel, mert nagyon nehéz úgy elhelyezni egy ingatlanon a kerítésen belül ezt a házi átemelőt, hogyha nem engednek be erre az ingatlanra, és erről természetesen nyilatkozni kell, és igazolni kell azt is, hogy egyébként ő társulati tag, és fizeti az úgynevezett érdekeltségi hozzájárulást. A benyújtott terveket természetesen egy műszaki gárda föl fogja vizsgálni, és a valóban szükséges helyeken a telepítést meg fogja valósítani. Az idei esztendőben az őszi esőzések beállta előtt körülbelül 90%-os rákötést kívánnak elérni a jelenlegi beruházási területen, zárta a sajtótájékoztatót Témészáros András polgármester. 1945. január 8-án mintegy 4500 érdi, illetve környékbeli férfit hurcoltak el a Szovjetunióba kényszermunkára. Erre emlékeztek az egykori áldozatok hozzátartozói ma délelőtt a régi hatos út nyomvonalán felállított keresztnél.
Az egykori áldozatok, illetve hozzátartozóik közel 20 évvel ezelőtt állították azt a kőkeresztet, aminél évről évre gyertyagyújtással és koszorú elhelyezésével emlékeznek Érd történelmének egyik legsötétebb napjára. A rendszerváltás után fogalmazódott meg egy olyan igény a hozzátartozók, illetve a túléltek, és akik haza jöttek a Málenki robotról, hogy egy emlékművet állítsunk fel, többek között SS Vendi bácsi kezdeményezésére, aki felajánlotta a tulajdonában lévő egy korpuszt, és 1994. augusztus 18-án, illetve 20-ára lett felállítva ez az emlékmű, ami a jelenleg is ezen a helyen. Jól lehet, a kereszt a hatos út átépítése miatt többször is veszélybe került, de végül mind a mai napig megmaradhatott az eredeti helyén. Mint azt Kovács Ferenc elmondta, az emlékmű helye nem véletlen, hiszen a keresztet annak az útnak a vonalán állították, amin egykoron az érdieket a fogságba hajtották. Minden évben azóta is január 8-án 10 órakor a keresztnél egy gyertyagyújtás és egy koszorú elhelyezés történik, és ezt a hagyományt azóta is folytatjuk, sajnos már nagyon sokan nem élnek közülük. A Málenki robot a II. Világháború utáni szovjetunióbeli kényszermunka magyarországi elnevezése. A Vörös Hadsereg által elfoglalt magyar területeken romel takarításra való hivatkozással a szovjet katonák a nyílt utcáról gyűjtöttek és vittek el magyar civil embereket. Érdről és környékéről közel 3000 embert, férfit és nőt, többségében polgári személy gyűjtöttek össze és hurcoltak el a volt Szovjetunió hadifogó és munkatáboraiba a bevonuló a Vörös Hadsereg katonái. Az emlékezés fontos, mert erre emlékeznünk kell, hogy a történelemben ez még egyszer meg ne ismétlődjön, mert ez Érd és Érd környéki családoknak ez a további sorsukat erősen meghatározta, és a mai napig tartó hatását fejezte ki ezt tulajdonképpen, és ez nem szabad, hogy még egyszer megtörténjék. A hagyományoknak megfelelően az elhurcolt emberekről városunk önkormányzata is megemlékezik. Az elhurcoltak emléknapját január 12-én tartják majd. Január 9-én csütörtökön ismét megjelenik Érd megyejogú város önkormányzatának ingyenes heti lapja, az Érdi Újság. A 2014-es év első lapszámának tartalmáról a főszerkesztőt, Bognár Nándort kérdeztük. Az Érdi Újság legújabb számában többek között arról is tájékozódhatunk, hogy milyen választási kampányra számít dr. Aracki András országgyűlési képviselő, aki a Fidesz-KDNP szövetség jelöltjeként újra megméretteti magát. De arról is beszámol a lap, hogy milyen gazdasági, kulturális és turisztikai együttműködésre lát lehetőséget Érd kínai testvérvárosa. Ismét a kínai testvérváros delegációja járt Érden. Ezúttal nem csak nagy létszámú küldöttség volt, hanem szakemberek is jöttek. Ezek a szakemberek azt kutatták, azt keresték, arról tárgyaltak, hogy milyen együttműködés lehet egy magyarországi 65 ezeres kisváros és egy több milliós, 2,5-3 milliós kínai nagyváros között, és találtak sok mindent, legalábbis így a szóba kerülés szintjén, és ez nem csak műszaki gazdasági együttműködést jelent, bár itt is zárójelbe hozzá kell tennem, hogy azért itt haszonnal jár a távolság, meg a különbözőség, hogy ott egy ázsiai, itt pedig egy közép-európai város van, ugyanis könnyen lehet, ez lehet, hogy most nagyképűnek hangzik, de könnyen lehet, hogy ők egy kicsit ugródeszkának is érzik Európa felé Érdet. Ezért jöttek a műszaki, gazdasági szakemberek, de másról is szó volt itt, kultúráról, idegenforgalomról, ami abból is látszik, hogy látogatást tettek nem csak a termál fürdőben, hotelben, hanem a Földrajzi Múzeumban is, úgyhogy az azt hiszem egy termékeny találkozó, egy előre mutató összejövetel volt. Aztán természetesen most már, ahogy jön a kampány, kell foglalkoznunk, kell. Hát érdemes foglalkoznunk a választásokkal is. Nagy terjedelmi interjú jelent meg Aracki András parlamenti képviselővel, akit a Fidesz-KDNP pártszövetség nevezett a következő választásra is, tehát ő ismét képviselő jelölt. Több mindent kérdeztünk tőle, például azt is, hogy amiről az utóbbi időben egyre több szó esik, hogy mit szól a kampány eszközeihez, mi a véleménye erről, mit gondol ezekről a dolgokról.
Azt hiszem, ezt is érdemes elolvasni. A lap fényképekkel számol be arról, hogy milyen rangos városi elismerésben részesültek 2013-as teljesítményük alapján ért kiváló diákjai. De arról is szó esik, hogy milyen részvétel mellett került sor a hagyományos érdi óvárosi adventi sétára. Mondhatom az adventi zarándoklatot, aminek keretében meglátogattak Ófaluban több fontos szakrális helyet is, és ami a végén a volt második Lajos iskolában egy agapéval, tehát vendéglátással zárult, de nem csak ez volt advent kapcsán, volt itt ingyen konyha is az Összefogás Egyesület előtt, épülete előtt, de volt egy nagyon jól sikerült halászlé, nem is tudom, kóstolónak nevezték, de hát azért, ahol 450 adagot kimérnek, az nem annyira kóstoló, az egy elég nagyszabású rendezvény. És ha már adventnél, karácsonynál tartunk, akkor érdemes egy különös rendezvényt is még kiemelni, amiről beszámoltunk. A gimnazisták vették észre, hogy a Móra iskolában nagyon sok olyan gyerek van, aki nem csak fizikailag, vagy lelkileg, idegileg nehéz sorsú, hanem anyagilag is. És egyszer már kipróbálták kis létszámban, most pedig nagyobb létszámban, hogy milyen az, ha a gyerekeket megajándékozzák, amiket ők csináltak, amiket szeretnének, de nem csak egy gyereket vagy kettőt, hanem sokat. És ez történt a Móra iskolában, erről is beszámolunk több fotóval, igyekeztünk látványosan bemutatni, hogy mi történt. És hát ugyanezt lehet mondani, ha már a gyerekeknél, fiataloknál tartunk, hogy a város ezúttal sem mulasztotta el megdicsérni, kiemelni, kitüntetni kiváló diákjait. Pontosan 49 diák kapott ilyen kitüntetést, akik nagyon jól szerepeltek a korosztályos tanulmányi versenyeken, de tulajdonképpen ez a szám, ez sokkal nagyobb, mert csapatokban is részesültek elismerésben, tehát elég sok diák kapott elismerést a várostól, és azt hiszem ez is egy jó dolog, hogy nem csak arról beszélünk, hogy jaj, milyen sok a gyerek, hanem arról is, hogy milyen, ha lehet ilyet mondani, milyen minőségűek ezek a gyerekek, tehát hogy mennyire jól teljesítenek. Az újság sportrovatában a 2014 percen át tartó röplabda tornáról és a kézilabdázó lányok legutóbbi mérkőzéseiről is olvashatunk beszámolót. A kézilabdázó lányok ismét nagyon jól szerepeltek, egymás után két meccset nyertek, és valahogy így jött ki, hogy mind a kettőt 5 góllal, de egy másik sporteseményről is hadd beszéljek. A röplabdásoknak van egy mindig ahány évet írunk szilveszter körül egy olyan rendezvényünk, annyi percig röplabdáznak. Tehát most 2014 percen át röplabdáztak, 10 csapat volt itt, és nagyon jó hangulatú, talán tömegsportnak is minősíthető rendezvény volt, és ezek azért értékesek, mert ez nem a kirakat, tehát nem az első osztály, hogy a válogatott, vagy a hú, most egy-két sztárt jól megdicsérünk, bemutatunk. Itt tömegekről van szó, tömegsportról és nagy létszámokról. Az Érdi Újság legújabb számát csütörtöktől vehetik kezükbe az olvasók. Végül az időjárásról. Csütörtökre virradóra sem várható számottevő változás. Borongos, párás, több helyen ködös időre kell számítani. Helyenként szitálás továbbra is kialakulhat, gyenge délies szélre, 0 és plusz 6 fok közötti hőmérsékleti minimumokra készülhetünk. Aztán napközben is folytatódik a nyírkos idő, bár nyugaton már helyenként megélénkülhet a délies szél. Északnyugat felől fátyol felhők érkeznek. A maximum hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Az Érdivárosi Televízió híradóját látták, adásunkat megnézhetik a www.érdhiradó.hu című internetes oldalon is. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!